Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, sok szem közt, ez immár a második adás. Boldogok vagyunk a stúdió vendégeivel együtt, a kerekasztal beszélgetés részvevőivel együtt, mert hogy rengeteg észrevételt és megjegyzést kaptunk az elmúlt adás kapcsán. Sok a nézői visszajelzés, és hát azért vagyunk boldogok, mert többnyire jók a visszajelzések, ennek mi örülünk. Ezt a happy hangulatot gyorsan be is felhősítem egy ma délelőtti tapasztalattal. Fidesz-KDNP kampányiroda működik a Kossuth tér 9 szám alatt, annak környékén sétálgattunk, beszélgettünk, és hát két hölgy nagyon hangosan, talán már szándékosan ilyen hangosan, szitta Magyar Gábort, és emlegette azt az információt, amit egyébként dr. Balogh Edit adott közzé abban az emlékezetes július 17-i közleményében, amely szerint dr. Magyar Gábor az ülések 38%-án vett részt. Nem tudom, hogy szólt pontosan a közlemény, de a két hölgy ezt így fordította le. És hát mit akar az ilyen ember polgármester lenni, aki az ülések 38%-án vesz részt? Érintettek vagyunk, próbáltam a hölgyeket meggyőzni, hogy korán sem igaz az, amikről ők beszélgetnek, mármint hogy a Magyar Gábor az ülések 38%-án vett részt. Szerintem a soros üléseknek a 90%-án vagy 95%-án ott volt, tehát egy-kettő soros ülésről hiányzott, ha hiányzott, de lehet, hogy ott volt a 100%-on. Megtévesztő, hamis, a valóságnak nem megfelelő információk kerültek ki a július 17-i közleménybe ezzel kapcsolatosan, és ezt szeretném ismét leszögezni. És ezt azért hoztam most az életből ezt a mai példát, mert hülyen szemlélteti azt, hogyha valótlan információk kerülnek ki egy kampányban, akkor az mennyire tudja befolyásolni a közgondolkodás. Ugye beszéltünk arról, hogy az érzelmek, nem érzelmek, tények, nem tények, realitások. Az érzelmek elragadják az embereket, és hajlamosak arra, hogy ne is foglalkozzanak tényekkel. Az a példa, folytatva tovább a példát, mert amikor a két hölgynek mondta, hogy nem igaz, amit leírt a Balogh Edit ebben a közlemény, akkor azt mondták, az nem számít. Tehát ha mindegy, akkor miről beszélünk? Ennyit az érzelmekről, meg egyebekről. És akkor visszatérve a kampány fornákságaihoz, hamisságaihoz, kinek mi jut eszébe róla, hogyha azt mondom, hogy torzítások és valótlanságok abban önkormányzati kampányában 2014. szeptemberében. Nekem a munka. Méghozzá az, hogy... Munka? A munka, igen. Az, hogy milyen óriási erőfeszítésbe kerül az, hogy amikor például most szombaton kampányoltunk a piacnál, aláírásokat gyűjtöttünk, milyen óriási erőfeszítésbe került az ott például, hogy két idősebb hölgyel elbeszélgessünk, akik tele voltak egyébként emóciókkal ennek kapcsán, elbeszélgessünk, és meg lehessen őket győzni arról, hogy ha egy kicsit is félrerakják az érzelmeiket, amit én hangoztattam a múltkor, hogy én ezt nem szeretem, hogy az alapján döntenek az emberek bizonyos kérdésekről, akkor nagyon könnyű belátni azt, hogy egy fideszes kormánnyal szemben egy baloldali polgármester vezette város nem igazából fog tudni labdába rúgni. És úgy éreztem én ott, hogy sikerült meggyőzni őket arról, ezt a két hölgyet, hogy hosszú távon, már én is azt mondhatom, vagy mi is azt mondhatjuk Sanyival, mert már elég öregek vagyunk hozzátok képest itt, hogy a saját gyerekeink, vagy a saját unokáinknak a jövőjét veszélyeztethetjük azzal, hogyha most nem döntünk racionálisan. Mert Magyar Gábor lesz az az ember, aki a kapcsolatai révén és a kormánypárti támogatottsága révén megfelelő anyagi forrásokat ide fogja tudni hozni ebbe a városba. Mondod te? Én azt viszont gondolom, az MSZP, a szocialisták teljesen más kommunikálnak. Persze, mert nekik az a dolguk, hogy hassanak az emberek érzelmeire. Hát ők ezt biztos nagyon jól csinálják. Én meg azt gondolom, hogy és ezért mondtam, hogy óriási munka, mert azokat az embereket észhez téríteni, és elnézést, hogy ezt a szót használom, akik egyébként érzelmileg elkötelezettek, őket nagyon-nagyon nehéz. Pedig a racionalitás jelen pillanatban azt mondja, hogy egy olyan városvezetésnek kell felállnia, aki korszerű, jobboldali, és aki által biztosítva van az, hogy itt munkahelyeket tudjunk teremteni, és egyéb olyan fejlesztéseket is el tudjunk végezni, ami már még akár az abonyi képviselőtestületen is túlmutat. Hú, nagyon sok minden eszembe jutott most. Hagyj kezdjem az egyik kedvenc példámmal.
A 17. századnak volt egy nagyon nagy magyar politikusa, erdélyi fejedelem volt, Bocska Istvánnak hívták. Bocska István nagyon hideg fejjel gondolkozott. Tehát ha valaki józan és racionális volt, akkor Bocska István az volt. A következő nagyon szép mondatot írta le. A dolgot magát nézzük. Ebben minden benne van. A dolgot magát nézzük. Amikor az emberek Magyar Gáborról vélekednek a bonyba, akkor Bocskait idézve nem a dolgot magát nézik, hanem a Magyar Gáborról elterjesztett híresztelésekről mondanak véleményt. A kampány során az derült ki, hogy Gábor beszélgetett olyan emberekkel, akik szemben állnak vele, sőt, akik határozottan elutasították, és a beszélgetés során ezek az emberek meggyőzhetők voltak, és azt mondták, hogy hát tényleg ez az ember nem is olyan, mint amit mondanak róla. Ez számomra egy nagyon fontos tanúság. Ha most nem hideg fejjel és józan racionalitással döntünk, akkor bizony itt kockáztathatjuk a jövőnket. Mert hát erről van szó. Tehát a jövőnkről van szó. Megint csak hangsúlyoznám, 12 ezer milliárd forint, kimondani is hatalmas összeg, plusz 1000 milliárd forint, amit a devizaadósok kártalanítása során meg fog jelenni pluszként a magyar költségvetésbe. Nem mindegy, hogy egy közép és kisvállalkozó mögött, aki majd erre a pénzre pályázik, és Abonyba munkahelyet akar teremteni, egy dr. Magyar Gábor áll, aki baráti viszonyt ápol Varga Mihály pénzügyminiszterrel, baráti viszonyt ápol a földművelési miniszterrel, és ezen kívül is nagyon szerteágazó kapcsolatai vannak, tehát nem mindegy, hogy ezek mögött a pályázatok mögött egy erős fideszes abonyi önkormányzat áll egy fideszes polgármesterrel, vagy pedig egy olyan önkormányzat, egy olyan képviselő testület, mint ez a mostani, ahol elnézést nem akarok megbántani senkit, de olyan hogy nem tudnak határozott döntések születni, mert ugye ki ide taktikázik, ki oda taktikázik, és akkor elmennek. Tehát elúszik a város a döntés képtelenség hullámain. Na, ezt nem szabad nekünk megengedni az elkövetkezendőkbe. Tehát nem játék, ami itt történik, valóban a jövőnkről van szó. És egy gondolatot engedjetek még meg. A nyilvánvaló hazugságok mellett, mint a, hogy Murvainé Kovácsitát visszahívja a Fidesz, de gondolom erről majd később még beszélünk, nagyon károsak az apró csúsztatások, az apró kis tiklik, amiről a múltkor is beszéltél, hogy bajsza van, meg hosszú haja, meg stb. Én ma azon gondolkodtam, hogy amikor a törökök ellen harcoltunk, ha egy ilyen ember ment volna elől, akkor mindenki örült volna, hogy mekkora emberek védik a mi hazánkat. Ugye, a korok megváltoztak, és most pedig, mivel nem láttunk egy normális férfi eszményt a televízióban egyébként, és arról most ugye ne beszéljünk, egy magas, jó kiállású sportoló, még 50 év fölötti sportoló ember, az visszatesztés kelt. Pedig a középkorban mögé álltunk volna be, és azt mondtuk volna, hogy milyen harcosaink vannak. Hát én most azt... Azóta változott a képvidelmát, hogy közöttem, hogy kopasz rákosink. Kopasz mennyiről ne is beszéljünk. Csak hagyj csatlakozzak Tőhéhez. Rákosi nézte a búzakkalászt kopaszon. Választani kell. Válasszuk a kopasz kommunizmust, vagy válasszuk a tiszta a jobb oldalt, bocsánat, bal oldalt. Tehát tiszta erkölcsi hát értékekkel. Ha azt mondják, vagy hogy szól a sláger, de... Nagyon szép mondatokat mondtál. Én azonban belefolytottuk a szót. Egy ennél általánosabb tanulságot fogalmaznék meg. Tehát oda kellene, és most félreteszem a viccet, oda kellene végre eljutnunk, hogy ne a látszatnak üljünk fel. Ne azt nézzük, hogy mi látszik. Ne azt nézzük, hogy mit mondanak róla,
hanem nézzük az embert magát, nézzük a valóságot. Ha majd idáig eljutunk, akkor képesek leszünk józan döntéseket hozni, és józan módon ítélni. Mert miért gondolják az emberek, miért gondolják azt az emberek, hogy hú, hát én erre a nagyhajú bajúszosra nem szavazok. Azért, mert elindult körülbelül 4 évvel ezelőtt egy olyan kampány ellene, ami lejáratta a nagyhajú bajúszos embereket. Na de most akkor én ne tanítsam a gimnazistáknak Zrínyi Miklós szigeti veszedelmét, mert Zrínyi Miklósnak nagy haja volt, meg nagy bajúsza. Hát nevetséges. Hát eljöhet még az idő, amikor azt fogják el neked válaszolni, hogy ne. Még egy picit jó. szóval ide valahol olvastam egy hozzászólást, hogy a Magyar Gábort itt folyamatosan az egyik független média, vagy minek nevezik ezt? Szóval ilyen hírportál, igen. Mondjuk, hogy független. Igen, tehát van egy ilyen hírportál, igen. Ugye folyamatosan őt tűzi pellengére különböző közvéleménykutatásnak álcázott befolyásolási eszközökkel. Kérdéseket tesznek fel, és ugye, hogy ki az a Magyar Gábor, meg stb. És valami hozzászóló beírta, hogy miért nem kérdezik már meg azt, hogy szép asszony-e Balogh Edit vagy sem. Lehet, hogy kicsit durvábban fogalmazott. Azt van egy olyan mondás, hogy korpát eszel, disznó leszel. Tehát, hogyha az, hogy mit csinál egy magát függetlennek mondó hírportál, ami az Isten tudja, hogy mekkora tényező ebben az egész játékban, mekkora tényező, nem tisztem nekem megítélni. Majd megítélik azok, akik elmennek x-elni. De hogyha idézőjelben lesüllyedünk arra a szintre, ami onnan ömlik kifele, akkor valójában nem leszünk többek semmivel se önálluk, és nekem én azt gondolom, hogy ez nem egy jó út. Az, hogy valakit az Isten milyennek teremtett, és jó elfodrásza, vagy kevésbé jó, az ne legyen egy politikai fogás szerintem. Hogy kinek mekkora haja van, milyen... Nem ott dől el a dolog. Tehát, hogy nézzük már meg, hogy Magyar Gábor az életében azért 50 fölötti emberről beszélünk, mi az, amiben megbukott, mi az, amit ő gazdaságilag tudott vinni és véghez vitt. Nem egy könnyű utat választott a saját pályáján, és ezen a pályán ő nem bukott meg, nem térdelt le egyszer se. Függetlenül itt bulvárkönyvről, meg másról. Most itt bele lehet menni egy kampány során, mert persze a kampánynak az a dolga, hogyha elmegyünk egy olyan irányba, ami hangsúlyozom, nekem nem célom, hogy magánéleti problémákat belekeverünk, meg más olyan dolgokat, ami szerintem nincs helye a helyi politikában a magánéletnek. Az egy másik kérdés, egy bizonyos szint alatt. Ha valaki persze egy köztörvényes bűnöző és olyan magánéleti kisiklásai vannak, ami az egy másik kérdés. De én ebbe az irányba nem vinném el a dolgot, a tényszerűségeknek kellene maradni. Nekem a problémám az, hogy összefügg egyébként az, hogy konkrétan a Magyar Gábor megítélése hosszáján keresztül milyen súlyú, meg milyen súlyú. Az ennek az egész dolognak a probléma, hogy nem értik az emberek, hogy miért mennek el szavazni. Én azt látom. Sok esetben. Tehát, ne haragudj, hogy a szabadba vágok, bocsánat. Amúgy is nehéz beszélnem, mert erős ez a bal oldal, valahonnan balról én kaptam egy valamit ide magamra, ami 38 fokos lázzal jár, meg egyéb más dologgal, úgyhogy tudok egy jó orvos. Bocsánat, hogy közbevágtam, de hát ne felejtsük el, hogy az önmagát függetlennek mondó média, illetve az önmagát függetlennek mondó hírportál 4 évvel ezelőtt azért Romhányiné doktor Balogh Editről olyan dolgokat leírt, és úgy állította pellengérre, hogy hát köszönöm szépen. Na most ugyanez a hírportál... Sanyi, nem 4 évvel. Igazad van, 5 hónappal ezelőtt még igen-igen kritikusan, és akkor most nagyon finoman fogalmazok, igen-igen kritikusan viszonyult Balogh Edithez, és tegyük hozzá, hogy azok a rendkívül előnytelen felvételek, amelyekről beszéltél, elsősorban ennek a hírportálnak köszönhetők. Jó, én tapasztalati tényekről beszélek, én nagyon sokat. Na, hagyjuk ezt a részét, töhíti ilyen szó. Nem tudom, hogy hol akadtam el, úgyhogy szerintem lépjünk túl rajta. Igen, bocsánat. Hangsúlyozom, ez a személyes véleményem, nem biztos, hogy igazam, lehet, hogy lesz, akit megsértek vele, nem áll szándékomba. Ami emberekkel, akikkel beszélgetek, elég sok emberrel találkozom, beszélünk ilyen irányú dolgokról, azt látom, hogy nem értik és nem látják át ezt a például egy városvezetésnek a felépítése. Olyan szinten se, hogy azt egy laikus embernek át kellene látni, hogy értse, tehát hogy tudatosan menjen át és tudatosan húzza X-et bárhová.
Tehát a saját meggyőződése szerint érzelmektől függetlenül. Tudnék, hogyha mert itt azért gazdasági kérdésekről van szó, itt arról szól az egész dolog, hogy egy városban tudunk élni, élhető ez a város, vagy nem élhető. Én nekem az a vélemény, hogy Abony most egy szűk rétegnek érhető, és onnan lefele nem gondolom, hogy azon a szinten lenne élhető, mint ami elvárható lenne az adottságtól, meg stb. Minden másra kapcsolatban. A mostani város vezetés testület az úgy állt össze, hogy 4 éven keresztül egy hatalmas nagy vízgerebézés működött, mert voltak érdekek és ellenérdekek, nagyjából szinte kiegyenített volt az egész testületek struktúrája, szépen az összeállítása, és akkor ez a húz meg, erez meg, nem volt érdemi, maradjunk ennyibe. Az emberek meg nem értik, hogy csak azt látják, hogy vannak érvek, ellenérvek, amiket őket nem engedik közel. Közbeszólok, mert teljesen igaz, amit mondasz, meg egyet is értek. Azt akartam csak mondani, hogy ezt kell úgy kommunikálni, hogy világos legyen. Tehát végre az ember, aki elmegy és csak szavaz, ne csak szavazzon, hanem érez a sajátjának az egészet, és érez a felelősséggel. Arról van szó, felelősség, vízgerebjézés, húz meg, erez meg. Nem látják az emberek, de azt nem értem, hogy miért nem látják, hiszen azért olvashattak, láthattak erről, meg szó van róla. Milliók, tízmilliók, százmilliók vesznek el Abonyban. Vesztek és vesznek el Abonyban. A pénzekről a jelenlegi képviselőtestület nem jó döntéseket hoz, rosszul gazdálkodik. És nincs bennük újra való megújulási hajlam. Mert ha lenne, akkor nem ezt csinálták volna, amit eddig csinálnak. Ja, bocsánat. Bocsánat, elragadtak az indulatok, és az helytelen, mert érzelmekről ugye nem beszél. Tehát a lényeg az, hogy az emberek azt nem veszik észre, hogy nem tudják, mert nem mondják el nekik, hogy ez arról szól, hogy a város boldogul-e vagy sem, hogy Abony fejlődhet-e vagy sem, hogy 1 millió forint, 10 ezer forint, 2 millió forint, 10 vagy 50 vagy 100 millió forint, hogy tűnik el, nem azt mondtam, hogy elsíbolták, csak hogy hasznosul rosszul, és mások azt mondják, hogy tudják, hogy lehetne ezeket a pénzeket jól hasznosítani a közösség érdekébe. Ezt el kellene mondani az embereknek, hogy erről szól ez a választás. Ezeket a konzekvenciákat a Fidesz-KDNP valamilyen szinten levonta, mert ha megnézzük, a mostani listállítás teljesen más, tehát konkrétan megújult. Azok az emberek, akik Fidesz-KDNP-s vagy fideszes színekben voltak gyepesedve annak idején szépen gyökeresedve a testületbe, azok most nem feltétlen kaptak lehetőséget ezekbe a színekbe elindulni. A másik oldal meg látom felállni ugyanezekből az emberekből összetevődve a kvázi függetlenek frakcióját. Tehát ragaszkodunk a semmit tevéshez, ami hangsúlyozom, ami mostanig azért nagyon szűk rétegnek volt ez jó mostanig Abonyban. Ez a réteg nagyon jól is ért, és számukra élhető a város. Csak ezen kívül Abonyban még létezik durván 15 ezer ember, aki számára nem annyira kedvező már ez a talaj, holt elkapirgálhat, meg elérdegélhet. Naponta 100-150 kilométereket autózva azért csak elmessen dolgozni, konkrétan rabszolgabérér. Na most nézzük meg, hogy az elmúlt 4 évben hány kis, az a probléma, az a tapasztalat, amit látni lehet, és bárki megnézheti, hogy az elmúlt 4 évben nem az történt, hogy voltak kísérletek munkahelyteremtése, és nem sikerült. Azt még azt mondom, hogy valamit nem mellé nyúltak, de legalább megpróbálták. Meg se próbálták. Az új arcok, és hagy kampányoljak, egy kicsit új minőséget is jelentenek. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyedül tanultam meg angolul. A hétvégén részt vettünk a Gáborral, Dr. Magyar Gáborral egy rendezvényen, ahol fordítottam, és ugye én mindig azt hangsúlyozom, hogy én a nyelvtudásomat a munkahelyteremtésre kívánom hasznosítani, mert ha kell, akkor külföldi cégek képviselőivel én tárgyalóképes vagyok. És egy szó nem jutott az eszembe, és a Gábor beleszólt, hogy akkor ez hogy van angolul. És kiderült, hogy ő is beszél angolul, csak jókat mosolygott rajtam, hogy erőlködök. Mert nem kérdeztem meg. És csak megkérdeztem, hogy milyen nyelven beszél még, és oroszul is folyékonyan beszélt. És örömmel tapasztaltam, meglepve, de örömmel, hogy fú, de jó, hát akkor a városvezetésben lesz olyan ember, akit, hogyha ide jön egy külföldi cég, akkor meg fog tudni szólalni. És visszatérve az érzelmekre, mert le kell zárnunk a beszélgetést, akik találkoztak már vele, vagy akik hallották, és egyre többen vannak ilyenek, akkor azok néznek, hogy igen, ez az ember majd tud tárgyalni. Mert hallják beszélni, hallják az érvrendszerét, az indokait, a véleményét, és azt mondják, hogy igen, ez az ember tud tárgyalni. És ne felejtsük el, hogy egy jó képzett házi orvos, tehát ő embereket gyógyít,
Tehát ő egy magasan képzett ember Magyarországon. Hát hozzátéve azt is, hogyha megnézzük azt a listát, akik a Magyar Gábort ezekben a színekben polgármesternek ajánlják. Tehát azok felelősségtudó emberek, és saját magukat nem hoznák egy olyan kompromitálandó ható helyzetbe, hogy egy senki embert ajánlanak, aki, hanem egy fajsúlyos ember mellé teszi egy Varga Mihály lenevét, egy Fazekas Mihály sorolatnak, vagy Fazekas Sándor, bocsánat, egy Szolnokváros polgármesterrel jó szívvel ajánlott a Magyar Gábort a Bonyváros polgármesterének. Tehát itt azért, hogyha nem ülne ez az egész dolog, és nem lenne annyira kerek, amennyire ezt szeretnék másik oldalról elhitetni, akkor ez nem így lenne. Barátaim, kávészünet, teaszünet, kinek hogy tetszik, cigiszünet, ezt nem mondom, következik. De még mielőtt akkor kimegyünk a szünetre, akkor azért annyit megállapíthatunk, hogy nagyon sok kérdés felmerült, nagyon sok kérdés megválaszolása a levegőben maradt a szünet után, ami itt most egy szünet lesz, a televízióban pedig néhány nap kihagyás, folytatjuk ezt a beszélgetést, visszatérünk ezekre a felvetésekre. Balangó Lacit fogom először megkérdezni arról, hogy miért gondolja azt, hogy pont, majd így néznek minket a folytatásban is. Viszontlátásra!